Üdvözlöm Önöket! Budapestől keleti irányba, itt van az első komolyabb erdőfolt Kerepesen. Főút mellett található parkolóba lerakják az autójukat, 500 méteres gyaloglással ide érkeznek a Szárhegyre. Itt van a Makrajeles pihenő. Innen indul az 1300 méter hosszú bozótmíves tanösvény. Ezt a pontot 10 évvel ezelőtt létesítettük a barátaimmal, akkor egy csúrul benőtt, ilyen susnyás környezet volt. Nem lehetett használni túrázásra, táborozásra. Amikor takarítottam ki ezt a részt egy nagy kaszával, ezt a kis tölgyet véletlenül tudtam megmenteni. Akkoriban a derek amíg ért, utolsó pillanatban fogtam vissza a nagy teljesítményű kaszát, bele is vágtam a törzsébe, utána azt bekötöztem, körbepeckeltem, nevelgettem, most láthatják, hogy mekkora ez az én kis szeretett mementófám. Táborozó helyet létesítettünk, tűzrakó helyet létesítettünk, esőbeállót, szemetest, és már, miután már polgármester lettem, azután önerőből, saját költségen megvalósítottam ezt a mászókát is, kifejezetten gyerekeknek. Makrai Tibor alezres úr a szerzőtársam volt, közösen írtunk egy könyvet, ő volt az, aki a honvédségen belül először hivatalosan oktatta és tananyagként oktatta a katonai túlélést. Közösen a Bushcraft című könyvet írtuk, róla neveztük el ezt a kialakított pihenőt a barátaimmal, a Magyar Bozótmíves Egyesülettel. Többször írtak már, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy merre kell menni a tanösvénynek az útvonalán egy bizonyos részen, hogy készítettem ezt a táblát, most ezt felrögzítem, és remélem innentől kezdve egyértelmű lesz az útvonal, ami nem bonyolult, rajta van a telefon applikáción, megtalálják pontosan, hogy kell haladni az erdőben. Egy egyszerű, körülbelül egy órás túra. Ilyen költőudú 24 darab található a tanösvényen, vörösfenyőből készült majdnem mindegyik. Ez konkrétan búbosbankának készült, ebből kettő van, mivel elég sok a búbosbank a környéken, de van egy kuvik költőláda, illetve vörös vércsének is, a többi pedig apróbb énekesmadaroknak készült. Éjszaka többször hallottam itt kuvikot, kuvikkolást, így úgy gondoltuk, amikor csináltuk a 24 költőódút, hogy legyen a kicsi komáknak egy olyan költőódúja, ami segíti a szaporulatnak a felcseperedését. Ezt a padot a kerepesi pipapadnak neveztem el. Néhány évvel ezelőtt találtam egy kidőlt nagy akác törzset, elkértem az erdészettől, Krisztián barátom segített felcipelni és összerakni. Hát úgy gondoltam, hogy itt az ember nyugodtan ül, elpipázgat, elgondolkodik, nézi Szilasligetet, nézi a Hungaroringet, nézi a Budai hegyeket, Visegrádi hegységet, Pilist, minden látszódik. Egy olyan nyugodt hely, ami egy pipával még nyugodtabb. Ugyan a tanösvény a pihenőtől indul, viszont ez a normál bejárata, itt látható a felirat. Kicsit tovább haladnak az ösvényen, ilyen táblákkal fognak találkozni. Ezeken a táblákon megtalálhatók a környékbelében élő ismertebb állatok, illetve olyan alapvető bozótmíves praktikák, technikák, amiket elég könnyen el lehet sajátítani. Ezen felül egyedülálló módon ezeken a táblákon QR-kódokkal, okostelefonnal leolvasható QR-kódokkal olyan filmeket tudnak itt helyben megnézni a tanösvényen, YouTube-ra rácsatlakozva, amik az én oktató filmjeim, bemutató filmjeim, és erről részletesebb magyarázatot is kapnak. Köszönöm, hogy eljöttek erre a rövid kis virtuális túrára. Itt vagyunk a 7. állomáson. Tőlem jobbra, 25 méterre már a hévsinek vannak. Jöjjenek ki, itt a Szárhegy alatt, Kerepes fölött, gyönyörű, virágzó erdő, gyönyörű növények.
csivitelnek a madarak. További szép napot!